hogy próbálom úgy intézni, hogy ne dőljön össze itt minden. Na. Szóval hello mindenkinek, én a hatlábú farkas vagyok. És ezt sajnos nem tudom mennyire látni jól. Ez egy 1680x1050-es nem full HD képernyő. És a Linux Deep In nevezetű operációs rendszert látjuk éppen futás alatt. Összesen ugye a maximum engedélyezett 2 maggal. Ez azért nagyon fontos, mert nem akarom, hogy mind a 6 mag menjen. Egy ilyen reális, kettőmagos megoldásként próbálom realizálni a sebességét a számítógépnek. Ez egy próbarendszer, tehát ismételten egy új rendszert próbálunk ki. Hát van előnye is, meg van hátránya is. Hát mondjuk kezdjük a... szépen beáll. Szóval kezdjük inkább a legfontosabb hátrányával, mert van neki olyan, az a nyelv. Tehát a magyart nem tudja. Nem is fogja tudni, nem is akarja tudni. Koreai, japán, kínai, észak-dél-korea, nem tudom. Ezek nagyon mennek neki, ezek a nyelvek. A billentyűmet azonnal felismerte, hogy magyar, kicsit állítgatni kellett, de ott volt. Tehát egyből lehet magyarul írni, hogyha akarsz, de a nyelvet, mint olyan, nem tudja. Tehát hiába állítgatod. Na, akkor lássuk a rendszerbeállításokat, hol találjuk meg, ugye? Ez az alapértelmezett felállás, amit most látunk. Ez a DP Linuxnak az alapértelmezett felállása. Nem látja jól a helyi órát például. Tehát hiába állítod be, hogy Budapest van. A hőfokot se látja jól, mert a AccuWeather szerint 35 fok van, csak 29-et ír. Nem tudom, szerintem az áfát levonta belőle. Meg az óra se jó egyébként, mert este 9 óra van, nem 3-4, mindegy. A bal felső sarkában a szokásos... Na, várjál, kicsit arrébb megyek. A szokásos komputer van, home folder, szemetes, nem tudom miért így néz ki a szemetes, tiszta igénytelen. Van itt egy ilyen Insta Depi, mondjuk nevezük Depinek, jó? 2013-as. Itt a főmenüje, olyan, mint a Dash. Itt ez a gomb, ez nem működik egyébként, tehát idehozom a kurzort, így. Ez a Show Hide Desktopnak a képernyője, de hiába nyomsz rá, nem történik semmi. Ja, meg a multimonitor kezeléséről is így ennyit, kb. Tehát esélytelen, egy monitorral harcolunk, mondjuk laptopokra esetleg jól járunk. Ez a Files, ez a saját mappád. A videóknak, hangoknak, képeknek, ilyesmi. Itt a szokásos böngésző, ami nyitva is van, tehát ilyenkor megjeleníti az aktuális weblapot, hogy mi az, amit nyitottunk, utána van nekünk ilyen zene, lejátszunk, az is nyitva van, tehát hát a koreai hatás az erősen érezhető a dolgon. Nem lehet nagyobbra nyitni, tehát ez így ekkora, amit most láttok, bele lehet tölteni 60 tonna zenét, és akkor jól lejátsza egészen gyorsan, igazán semmi panasz nem lehet rá, nem, teljesen kilépés, igen. Aztán van itt egy olyan, hogy D-player, ez valószínűleg a média lejátszó lesz, még nem próbáltam. Szoftverközpont, játékközpont, amiben összesen 9 darab játék van. Ja, és mindegyik koreai. Itt a screenshot. Erre külön program fut, az Ubuntu-ban nincs ilyen. Aztán itt a szokásos terminálok és a rendszerbeállítások. Na, a rendszerbeállítások nem nyílik meg ilyen gyorsan, ez most azért nyílt meg ilyen gyorsan, mert eleve nyitva volt. Na. Kijelzők, desktop, személyre szabás, hang, dátum, idő, akkumulátor ugye a laptopoknak, billentyű, keyboard, touchpad a laptopoknak, ugye nyomtatók, hálózatészlelés, bluetooth, kiegészítő, meghajtók, fiókok, ugye a számítógéphez, általános applikációk és a rendszerinfo, most a rendszerinfónál, hol tettem az egeret? Ja, itt van. A rendszerinfónál látjuk, hogy ez a Depi Linux, és itt ugyanazt látjuk, ugye, amit az előbb, hogy 2014-es Wuhan Depin technológia által létrehozott rendszerről van szó. Na, nézzük egy olyat, hogy személyre szabás, jó? Na, tehát ha valakinek van olyan, hogy saját háttere, tehát van egy kölyke, vagy egy kedvenc kutyája, vagy a srácoknak a kedvenc verda, meg ilyenek, el lehet felejteni nyugodtan, nem fogod tudni betenni háttérnek, jó? Van 3 darab háttércsomag, ami automatikusan vált, tehát tényleg le a kalappal, mert vált automatikusan, 3 darab háttér között nagy beleégen, de nem tudsz betenni hátteret abból, ami neked van. Világos? Nincs háttérbeállítgatás, felejtsd el, fölösleges. Csak az idő megy vele.
Itt van egy desktop. Na, a desktop állításnál meg tudjuk szabni, hogy a computer ikon, ugye a bal oldalon, meg a home ikon, trash ikon, meg a software központ ikon ki legyen. Általános stílus, az általános stílus. Bal fölül van a launcher, vagy nem. Mi az, amit a bal felső sarokba történik, szóval ilyen dolgokat lehet beállítani. Hátteret nem. Ezt tényleg felejtsd el. Displays. Na, a displays az egy olyan dolog, látja mind a három monitort, így. Tehát, hogy középső off, és a jobb szélső meg le van tükrözve, tehát nagyon vicces. És itt már állítgattam ezt a dolgot, most higgyétek el nekem, ő nem látja a hármat egyszerre, tehát azt látja, hogy copy. Azt ezerrel. Multimonitor, copy. De a harmadikat már nem. Tehát nem tudom, ezzel a részen még volna mit dolgozni, akkor fényerőállítás, stb. Na, ennyi a bemutatása a Depi Linuxnak. Így szépen visszarakom. Haver, nem javaslom. Nagyon gyors, mert tényleg egy szavam nem lehet hozzá. Így néz ki a launcher, tehát a Dash. Valamivel jobban át van gondolva, mint a Linuxé, mert bekategorizálták a srácok. Na, úgy néz ki, hogy van összes, itt a bal oldalt nem tudom mennyire látni, hogy ott a kurzor, szerintem látni. Itt van fönn a kurzor, tehát összes. Akkor kicsit lejjebb megyünk. Ja, a nyilakkal nem tudunk lejjebb menni. Ez nem lehet igaz. Jó, egér. Internet, beállítások, mint parancsikonok, mondhatnám. Akkor olyan van, hogy a Firefox böngészője, Google Chrome, ezt egyszerre nem szokták egyébként főtenni. Van plugin, internet, chat, vagy valami messenger-szerű, ilyen MSN-szerű dolog. Akkor van Remmina, sajnos nem tudom micsoda, a Skype is alapból fönn van rajta, Thunderbird, e-mail kezelő, meg IP Tux, ami nem tudom micsoda. Multimédiában van hangrögzítőnk, Brazero DVD-ronk, D-zene lejátszónk, D-playerünk, játékok közül van csak a játékcenter, ugye már nem telepítettünk a semmit. Grafikai meghatókból van a screenshotunk, meg a képnézegetőnk, productivity, hát ezt hogy fordítsam le magyarra, szóval termelési munkaügy, vagy hogy valami ilyesmi. Na, itt van Chiasi, dokument megnéző, Kingston prezentációs program, Word-szerű program, akkor itt a LibreOffice teljes csomag, tehát a Calc, a Draw, az Impress, a Writer, tehát a teljes szett itt van a LibreOffice-ból. Akkor van egy olyan, hogy Simple Scan, tehát a szkennelek egy lapot, vagy ilyesmi, akkor azt ezzel a programmal be lehet szkennelni. Itt vannak a rendszerbeállítások, tehát a Adobe Flash Player fővarát telepítve, akkor azt lehet állítgatni, akkor van font megnéző, illetve fontokat lehet telepítgetni. Van Debian csomag, lehet, hogy Debian alapú. Ezt kicsit meg kellett volna nézni. Van partícióállító, bemenetkezelő, tehát billentyűzet, egér, ilyesmi. Nyelvi támogatás, szoftverközpont, rendszermonitor, wireless drivers, valószínűleg ez a wifi-s dolgokra valószínűleg ilyesmi hatása van. Két dolgot kell megnéznünk egyébként, ez a rendszermonitor, az egyik, hogy mennyit zabál, mert ezt általában szoktátok kérdezni. Nem nyílik meg. Na, végre. Nem tudom, hülye vagy. Bal felső sarokból egyből bejön a Dash, tehát nem valami lassú készülék. Kicsit átállítgatom ezeket a dolgokat, mert nem a valós értéket mutatják, ez nem valami nyerő. Virtual Memory, Residens, CPU idő, ez nem is kell szerintem. Jó. Tehát, a processzor terheltséget most 10%-nak mutatja mind a kettőt, ez kamu. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy kamu. Semmilyen program nem fut, csak maga a rendszer monitor. Memória használat. Látjátok egyébként? Nem mi? Vigyük oda. Tehát ennyit teszik a prociból, ami szerintem még mindig kamu, mert nagyon gyors. Tehát ilyen 2-4% közé tehető mind a kettő dolog. Tehát ez kamu. Tehát ez nem valós. Akkor itt a memória 657. Semmi nem fut. Tehát nulla. Semmi nem fut. 657 mega. Swapből elfelejtett használni, tehát nulla, semmi. Hálózathasználat, ez a kutyát nem érdekli. És akkor nézzük a többi dolgot. Közben van itt nekem egy nagyon frankó állványom, pont ebből a célból. Folyamatok, ez sem nagyon érdekel senkit, és akkor van a file rendszerek, ugye ahova telepítettem a CD-ROM, meg a, vagy a belső vinyó, meg a CD-ROM. Akkor mi van itt még? Hát haver, megközelítőleg ennyi. Mondjuk bezárhatnád, haver. Haló, zárd be, köcsög. Ezt gyorsan bezártam, mi? Na, a bal felső sarok, pitty,
az tényleg gyors, tehát szavam se lehet. Na a másik meg a nyelvi támogatás. Language support. Na, megnézzük a támogatott nyelveket. Nézzük csak. Hát angolból mindenféle. Ausztrál, Botswana, Kanada, Denmark, UK, Hongkong, Írország. Basz meg, minden. De magyar? Haver. Az nem fog menni. Tehát próbáljuk már meg itt a magyar. Oké. Föltelepítem a magyart? Most éppen az történik egyébként, hogy bejelöltem azt, hogy magyar, és akkor ő most Gnome Whobase-ből fogja föltelepíteni a magyar nyelvet ide? Szerinted? Ezt most csinálom, tehát előtte ilyet nem csináltam. Semmi háttér, engem ez nagyon idegesít, haver. Tehát semmi. Tehát olyan van, hogy személyre szabás, itt látjátok itt, ezen a részen, személyre szabás, desktop settings, tehát annak a beállítása, hogy hogy néz ki az asztal, és kb. Ennyi, tehát ezt felejtsd el, hogy itt bármit be fogsz állítani, hogy egységes színű legyen a háttér például. Te szereted a kéket, és akkor kék legyen a háttér. Nem. Ezt felejtsd el, haver. Felejtsd el, teljesen felejtsd el. Na, erre kíváncsi leszek erre a magyar nyelvtelepítésre, haver. Olyan akadályokba ütköztem, hogy teljesen. Na majd most meglátjuk, hogy mi van. Beírtam 4 darab albetűt. Ezzel nem nagyon foglalkozik vele, írja tovább. Nagyon lassan halad. 20%. 25%. 30%. Na jó, menjük vissza ide. Na, ez a Deepin Linux egyébként, amiről éppen szó van, és a telepítés erről szól. Nem igazán érteném, hogy... Ja, és ennyi. Tehát teljesen ki van fagy. Puff, be is szürkült. Kösz, haver! Na. Hát ez nem volt szép tőled. Mindegy. Ezt bezárjuk. Most már nem szürke. Ez a Linux előnye egyébként, ahogy láttam, hogy nem fagy le, csak néha beszürkül, és akkor majd utána megy tovább. Deepin magyar nyelv. Figyelted, hogy ki írta? Azt, hogy Deepin magyar, be is szürkült. Ej, haver! Nem akarsz dolgozni egy kicsit? Húzzál már bele. 12 percnél járunk, 13 perc. Közben nem történik semmi egyébként. Ugyanúgy szürke, ahogy eddig. 2 darab mag, 3,4 GHz-el, és szürke a böngészünk. Teljesen friss telepítés. Jaj. Na, és visszajött. Ez az. Halottaiból visszatért. Haver. Inkább lecsuklak, azt megnézem, hogy áll a nyelvi támogatás. Itt látjuk fönn egyébként, hogy a felénél tart a alkalmazása a változtatásoknak, applying changes, és várunk türelmesen, szépen, hogy a internetről letöltse azt a magyar nyelvet, amit az adott operációs rendszer, ez a DEPI, ez nem támogat. Király, nem? Eleve, amikor föltelepíted az operációs rendszert, angolul kell telepítened. Tehát én már biztos voltam benne, hogy ez nem fog menni. Ha meg megy, akkor villámgyorsan, és nem magyarul. Erre most a Gnome-on belül megpróbálom föltenni rá a magyar nyelvet, hát most vagy teljesen össze fog omlani a rendszer, mert a magyar nyelvet ő nem szereti, illetve abszolút nem támogatja, vagy tök jól fog működni minden úgy, ahogy kell. És ebben az egy esetben sem ajánlom ezt a rendszert, alapvetően azért, mert a hátteret nem lehet változtatni. Szoftver központra rányomtam egyet, ez itt van alul egyébként, ugye ahogy mondtam az előbb, hogy screenshot, játékfigyelő, meg a játékkezelő, meg a szoftverközpont. Ez a szoftverközpontnak a boot screenje. Minden egyes program ilyen lapozós boot screennel indul. 3 lépéses ilyen vackokból tölti be magát. Új, akkor lássuk, öcsém, mik vannak itt. Na, keressünk ilyen alapvető dolgokat, nem, hogy open source games. Tehát beírom, hogy open. TT. Esetleg. Ó, kidobta egy OpenTTD. Ó, yeah! Hát,
Nem azt mondom, de a tikonosok azért nem nagyon fogják ezt belájkolni. 1, 2, 3 a verzió száma. Semmi gond nincsen, tehát ezt majd telepítjük a később. Hogy lehet visszamenni előző menübe? Ja, hogy arra menjünk, ahhoz itt van a gomb fölül. Érted? Na jó, szóval úgy látom, játékok, AXM, Abuzer, kicsik a ikonok. Nem tudom kinagyítani nagyobbra. Betanks, BioWars, Celerino, Quake. Tényleg? Quake? Username, jelszó, regiszter? Kell hozzá regiszter? Mi van? Ja, és akkor még a Quake egy CD-ROM is szükséges hozzá. Hát te hülye vagy, nekem az most nincs itt. Na jó, menjünk tovább. Rot, Snake 4, Trigger Rally, War, X-Jump. Az ilyen alapvető Linuxos játékok, tehát semmi nagyobb lendületű dolgot nem látok. És valószínűnek tartom, hoppa, Wolf 4 SDL. Ez a Wolfenstein 3D-nek egy jó kis játéka, ami ugye csak a Wolfenstein Server epizódját, tehát az ingyenes pakkot tartalmazza, semmiféle normális pálya nincs benne. Itt az Armor, Airstrike, Alien Arena, na, az viszont egy komolyabb dolog, na nézzük akkor az Open Arena is itt van, minden itt lesz egyébként, Open Arena, az is itt van, 088, tessék, ez a legújabb verziója az Open Arena-nak, 088, egy kis szürkülés, jó van, itt közben dolgozik ez az állat, mint magyar nyelvi telepítő, hát mondjuk nem irigylem, mert a magyar nyelvi telepítőt, mert most azért lesz gondja erősen. De a szürküléssel azért kezdje valamit, jó? Kedves szoftverközpont, mert nem leszünk jóba. Nem akar dolgozni. Tehát azt látjátok, amit én? Közben itt nem csalok semmit, ha megmozgatom a tetejét, jó? Hogy nem történik semmi, kedves barátom. Nézőm, vagy hogy mondjam. A háttereket nagyon szépen váltja, van 3 darab, ez kurva jó, de nekem nem ez kell. Ha lenne olyan csomag, hogy ilyen 3-as csomagokat lehet csinálni, és te teszed be a háttereket, azt mondom, oké, teljesen fasz, minden rendben van, és csak azok a csomagok jók, amiben 3 kép van, oké, legyen, én csinálok külön könyvtárat, hogy mindegyikben 3 kép van, oké, megcsinálom, én megígérem, de nincs ilyen, haver. Nincs ilyen. Nem tudsz csinálni olyat, hogy a te saját hátteredet beted. Nem. Csak az ő madaras, tényleg szép, de szavam nem lát, de csak az ő hátterét lehet használni. Ez teljesen megdöglött. Még az altos trükk sem működik. Ez nem lehet igaz. Altal nem lehet arrébb húzni az ablakot magát. Tehát... Jaj, haver. Ja, nem mutattam be az egész mindent. Bocsánat. Akkor újra, tehát megvárjuk a fókuszt, hogy Computer Icon, ja közben visszajött ez, Open Arena, Computer, Home, Trash, ez a Trash Cam méri néz ki, nem tudjuk, itt a újabb telepítő, a Dash, a ablakváltó, ami nem működik, megpróbálom így mutatni, tehát az ablakváltó, ami nem működik, itt vannak a saját fájlok, a böngésző, a zenelejátszó, médialejátszó, szoftverközpont, játékközpont, amiben 9 játék van, screenshotra külön program, itt Oly, majdnem hülyeséget mondtam. Itt van a konzol, itt van a fogaskerékbeállítások, itt van ez a... Na most minek nevezzem? Ez az izé lesz egyébként a frissítés. Igen, ez a frissítés, akkor bal alul... Ez a bal alsó mező, ez valamivel talán egyszerűbb. Például itt van az idő, nem tudom miért nem kapunk fókuszt. Na, itt az idő, itt van a felhasználó, de hiába kattintok rá, nem működik. Ja, de itt van. Na, DPN-es felhasználó, lekapcsolás, újraindítás, szokásos dolgok, a hangerő, hiába nyomok rá, halló! Halló, na végre, itt a hangerőszabályzó, általános egyéb beállítások, nagyon jó, itt a hálózat, IP címet kiírt, a belső IP címet, ami a routerig van, nagyon jó, itt az egyéb beállítások, jó, USB-s cuccok, teljes lemez felszabadítva, nulla kib, az király.
Na, közben itt van a két darab pendrive-unk USB-vel, ugye itt van a energiaellátás, itt meg van egy ilyen üzenetmező, ami üres, és akkor lehet ilyen üzeneteket küldözgetni, és akkor be lehet állítani egy e-mail fogadás, hogy hasonló legyen. Jó, ezt visszarakom ide. Nem is remélem. Remélem, jól látjátok az egészet. Na, itt az Open Arena is, a 088, tehát tényleg a legújabb változat. Kész van a nyelvi telepítés. Ehe, magyar, te szürke. Miért nem tudom kijelölni a magyar? Hé, magyar, apli. Nem történik semmi, vágod? Magyar. Puff, magyar. Számok, dátumok, pénz nem, magyarba. Oké. Okay. File to apply formatting choice XML show to. Hát igen. Ez nem fog működni, de már ide írja nekem. Tehát mindegyik elérhető, a felső két angol, mindegyik. Az összes többi szürke. Nem lehet kijelölni, vágod? Nem lehet, nem lehet. Ha most kiveszem az angolt, összeomlik a rendszer. Tehát az angolt nem nagyon akarom kivenni. De... ez nem fog menni, csak a számok, a dátumok, meg a pénz lesz magyar, tehát a nyelv nem, mert szürke. Még az ausztrál angol is szürke, meg a kanadai angol is szürke. Ezért nem lesz magyar, ennyi. Játékok meg természetesen az Ubuntu-nak a szoftver központja szerintem az, ami a fő irányadó. Így ennyi kb. Kedves barátom, ennyi. Így örülök, hogy velem tartott, hogy kell ezt kikapcsolni. Na? Na? Így, az emberkére kell kattintani alul. Itt. Itt az emberkére kell kattintani alul. Kikapcsolod a számítógépet? Igen. Eltűnt az összes menü, visszajött a Firefox. Még megy. Még mindig megy. Még mindig megy. Kép már nincs, de még mindig megy. Állj már le. Ez nem fog. Ez nem fog leállni. Most állt le.